Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, március végén. Itt van az oltás ideje, a tavaszi oltás ideje. Gondoltam, összeálltok egy videót, ami igazából a saját tapasztalataimat megpróbálja visszatükrözni. Hát ugye én nem vagyok szakember, nem is úgy beszélek majd az oltásról, mint egy szakember. Nincs is meg a tudásom hozzá. De tapasztalataim azok vannak, és gondoltam, elmesélem, hogy körülbelül mi az, amit szerintem elhibáznak azok, akik hobbi szinten oltogatnak, és nem sok tapasztalatuk van. Hogy honnan tudom? Hát én is hobbi szinten oltogatok, és nekem is nem sok tapasztalatom volt. Úgyhogy ezeken, hát egy nagy részét azoknak, amiket itt el szeretnék mesélni, azokat én el is követtem, de tanultam belőle. És azért szeretném elmondani ezeket, mert szerintem fontos információk áthavás is tanul belőle. Szóval összeállítottam így fejben egy listát, lényegében egy 6 pontos listát, hogy miért van az, hogy nem sikerül egy oltás. És a 6 pontos listának hát lehetne több pontja is persze. Itt most főleg arról az oltástípusokról beszélek majd, ahol vesszőt oltunk. Tehát nem a szemzésről, hanem konkrétan a hagyományos oltásról. Na most hát megpróbálom így a saját kicsi tapasztalatom alapján elmondani szerintem azt a 6 dolgot, amiben tévedni lehet, és ami azt fogja okozni, hogy ne sikerüljön. Hát első pontra nem azt tenném, hogy hogyan oltunk, meg miért oltunk, hanem egész egyszerűen a fajta választást tenném első pontra, tehát az alany és a nemes megválasztása. Hát ezzel konkrét tapasztalatom is van, ahol elrontottam, és úgyhogy tudok is erről mesélni. Nagyon fontos, hogy mielőtt egy fát be akarunk oltani, győződjünk meg róla, hogy az a bizonyos fafajta, mint alany, beoltható azzal a nevezzük nemessel, amit kiszemeltünk rá. Itt nagyon sok példa felhozható erre, tehát beszélhetnénk itt konkrét például, amit én hibáztam, hogy volt megyfám is, meg cseresznyefám is az udvaron, és össze akartam oltani, szintén meggyel, meg cseresznyével, de nem sajáttal, hanem más kertből származó vesszőkkel. És elkövettem azt a butaságot, amit már persze most már nem követnék el, de például azt, hogy ráoltottam cseresznyeágat megyfára. Most azt kell tudni, hogy ez az ember, ha csak így gyorsan utána néz, akkor azt látja, hogy a cseresznye kompatibilis a meggyel, a meggy kompatibilis a cseresznyével, tehát igazából össze lehet őket oltani, és működik is, ezt meg is tudom mutatni. A baj csak az, hogy ha cseresznyét teszünk rá a meggyfára, a cseresznye a növekedése sokkal erélyesebb, és előbb-utóbb le fogja körözni azt az ágat, amiből beleoltjuk, és utána pedig megsínyli. Tehát hosszú távon egyáltalán nem kifizetődő például cseresznyét megyfára oltani. Visszafele viszont teljesen működőképes, hosszú távon is. Vagy hasonló tapasztalat például, hogy nem lehet almába bármilyen körtét beoltani. Ugye ezt is próbáltam. Talán legildomosabb almába almát oltani, és körtébe körtét oltani, de most nem mondom, hogy nem lehet megpróbálni körtébe almát tenni. Például szerintem a körtébe alma jobban működne, mint az almába körte. Ez is egy érdekes dolog. Tehát első pontnak mindenképpen a fajta megválasztást mondanám. Itt szokás nagyon nagyot tévedni, és nagyon sokszor már ezért nem sikerül, vagy sikerül, de utólag nem lesz jó. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő alanyra megfelelő nemest keressünk. Ez lenne az első pont. A második hiba, amit hát én is elkövettem megint csak, saját tapasztalat, nem megfelelő időpont, vagy nem megfelelő vessző, oltóvessző. Hát az időpont tekintetében, ugye a hagyomány szerint gyümölcsoltó boldogasszony után lehet oltani, tehát nagyjából ugye most. Igen, azt ne felejtsük el, hogy ez a hagyomány az valószínűleg öregebb, mint az én öregapám.
de manapság már az időjárás nem pont olyan, mint ezelőtt 100-150 évvel. Tehát én ezt így már nem teljesen tartom igaznak, bár azt abszolút igaznak tartom, hogy érdemes megvárni, amíg igazán beindul a fa. Tehát én úgy tapasztaltam például, hogy az áprilisi oltásaim voltak a legsikeresebbek, tehát azokból maradt meg, kötött meg a legnagyobb mennyiség. Mindazonáltal például idén is az történt, hogy ugye szedtem oltóveszőt, hát az oltóvesző is ugye ide tartozik a kettes ponthoz. Először elkövettem azt a hibát, hogy február végén szedtem, és nagy hiba volt, mert annyira enyhe volt a tél, hogy már be volt indulva a fa, és bábedettem a hűtőszekrénybe, hát a rügyek megindultak a hűtőbe is, tehát probléma nélkül. Például tavaly már okosabb voltam, és jóval hamarabb, még januárba szedtem a vesszőt. Betettem a hűtőmbe, tovább is bírta, de március elejére sajnos megindultak. Így is a vesszők egy része, tehát a fele az megindult, és elkezdett a rügy fejlődni, nyílni. Azokat őszintén szóval nem is használtam fel, alapozva az előtti tapasztalataimra, ahol lényegében azt tudom elmondani, hogy százalékos arányban sokkal nagyobb százalékba marad meg az olyan oltás, ahol ugye egy beindult fába oltunk bele egy egyáltalán nem megindult vesszőt. Tehát az a legjobb, én nekem tényleg ott majdnem 100%-os sikert értem el eddig. Tehát amikor tényleg teljesen nyugalmi állapotban van az oltóvesző, de már az alany az megindult. Na most idén is megvártam volna én a március végét, április elejét az oltással, de ugye az történt, hogy a hűtőm az gyenge, tehát ilyen utol, nem, soha nem is mértem meg a hőmérsékletet a hűtőmbe, de mint most kiderült, 10 fokos a hűtőm, ami hát az A++ kategóriának megfelel ugyan, de hát hűteni egy nagy vacak. Lényeg az, hogy megindult a vesszőknek a fele, és úgy döntöttem be miatt március elején, hogy előrehozom az oltást, mert úgy gondoltam, hogy ha megindul a vesző, akkor kisebb százalékba szokott megfogni. Megvizsgáltam a fát, ez nagyon fontos, vizsgáljuk meg a fát, és ha azt látjuk, és én ezt láttam, hogy már március elején is meg van indulva, már a rügyek látszik, hogy meg vannak duzzadva, zöldül a hegye, akkor én úgy gondolom, hogy nagyobb esélyünk van előrehozni az oltást, és ha még el nem indult oltó vesszőkkel beoltani a fát, mint hogy várjunk tényleg március végéig, áprilisig, addigra már a hűtőszekrénybe is, ha ilyen gyenge hűtő van, megindulnak a rügyek, és bár a fa sokkal jobb netkeringésbe lesz, az oltóvesző már nem lesz ugyanaz a minőség. Tehát én úgy vettem észre, hogy arányosan többet nyerek, ha inkább hamarabb oltom be a fát, ha már megindult a netkeringése, mintha megvárom, hogy tübörögjön a netkeringése, de közben meg az oltóveszőm megindul. Úgyhogy a második pont az ez volna, hogy a helyes időpont megválasztása és az oltóvesző magának. Ja, igaz, az oltóveszőről még talán annyit, hogy oltottam úgy is, hogy friss veszőt szedtem fáról. Hát ezzel kapcsolatban igazából egy saját tapasztalatom van, ami nagyon egyszerű tapasztalat egyébként, hogyha az a vesző, amit frissen szedünk a fáról, az egyik fáról is rá kerülten egy másikra, előre haladottabb állapotban van, mint amire ráoltjuk az alany, akkor szinte biztos, hogy nem fog sikerülni. Tehát nagyon fontos, hogy nagyjából ugyanolyan környezeti feltételeknek között nevelkedjen a nemes, amiről hogy a vesszőt fogjuk hozni, mint maga az alany, hogy nagyjából hasonló ébredési státuszban, stádiumban legyen. Tehát nehogy olyan történjen, hogy például amire én oltani akarok, az egy árnyékban nevelkedő, még szinte alvó fa, és a nemes, amit hozok, mondjuk a szomszédomtól, vagy egy ismerősömtől, az már egy napon nevelkedett fáról származzon, ahol már jól megindultak a rügyek, mert ilyenkor szinte biztos, hogy nem fog sikerülni. Szóval első az, hogy megfelelő fajta, meg nézzünk utána, hogy mit mibe lehet, második az időpont és a vessző. A harmadik pont az a rossz oltás típus megválasztása lehet szerintem. Na most itt is megmutatnám, hogy én ezen mit értek. Hát volt néhány ilyen száraz fadarabom, ezek teljesen száraz fadarabok, tehát ez kupogósan száraz minden, de hát valamint be akartam mutatni, hogy érthetőbb legyen, amit mondani akarok. Hogy mi az, hogy rossz oltás típus? Hát mindegyik oltás típus nagyon jól működik. A hasítékoltás is nagyon jól működik, a héjaláoltás is nagyon jól működik,
a párosítás is nagyon jól működik, az angol nyelves párosítás is nagyon jól működik, de nekem van egy ilyen heppem, ami logikai úton történik. Mutatok egy élő példát, teljesen csontszáraz a fa, tehát ezzel már szépen nem lehet megcsinálni, de csak szemléltetni szeretném. Tehát hasítékoltást kezdjük itt. Hasítékoltást én akkor gondolom úgy, hogy érdemes használni, vagy szoktam használni, hogyha az alany maga jóval vastagabb, mint a nemes, de nem túl sokkal vastagabb. Tehát élő példa ez itt a kezembe, ugye itt van az alany, itt van a beleoltandó ágacska, és látjuk, hogy ez körülbelül kétszer vagy két és félszer vastagabb, mint a nemes idézőjelben. Hát itt most ez egy példa. Na, ilyen esetben szoktam hasítékoltást használni, más esetekben nem, őszintén szólva. Ennél nagyobb méret különbségnél, tehát most itt egy másik példa, itt van egy ilyen bazi nagy vastag ág, és ebbe akarok beleoltani. Itt mindenképpen héj alá szoktam oltani. Például egy ekkorát én már soha nem hasítanék meg, bár lehet, hogy megkötne, tehát nem mondom, hogy nem, de én személy szerint nem használnék már ennyire komoly ágnál csak héj alá oltást. Tehát ugye itt ezt szerettem volna megmagyarázni, hogy mi az, hogy rossz oltás választás. Én úgy gondolom, hogy az ilyen nagyon nagy méretkülönbségeknél már a héj alá oltás az, ami nyerő, és az ilyen kisebb méretkülönbségeknél, bár határeset, ugye még ide is valószínűleg benne hasítékkal, én nem mondom, hogy nem, de általában az ennél kisebb méretkülönbségnél használok hasítékoltást, és az ilyen nagy méretkülönbségnél használok héjaláoltást. Párosítást őszintén csinálok, most is a fánkin van feltéve 5-6 olyan oltásom is, ami párosítással történt, de az a helyzet, hogy általában akkor oltok, amikor úgymond teljesen át szeretnék alakítani egy fa részt, és olyankor jobban szeretek egy ilyen vastagabbba oltani, mint a vékonyágba párosítással. Párosításnál az a fontos, hogy nagyjából egyforma vastag legyen a kettő, nagyjából legalábbis, milyen lehetőség szerint egyformák legyenek. Illetve talán még annyit mondanék el, ugye, hogy miért nézem ennyire a méretet? Hát én az egyéves fiatal veszőket használtam eddig csak oltásra, és nagyon jól működtek. Én ennél vastagabb oltóveszőket nem igazán használtam eddig, ezért véleményezni se igazán tudom, de ezekkel én ezt a logikát szoktam követni. Úgyhogy a harmadik pont az ez lenne, hogy a megfelelő oltástípus kiválasztása. Na most itt jön aztán a negyedik pont, amiért szerintem nem sikerülhet egy oltás, az pedig maga a gyakorlatlansága, vagy a nem törődömség, vagy esetleg valaki nem érti meg, hogy hogyan is kell elvágni a vesszőt. Ez most teljesen mindegy, hogy melyik oltástípusról beszélünk. Hát itt is egy ilyen szárazfából előkészítettem egy példát. Tipikusan kezdők hibája, én is ezt csináltam az elején, hogy amikor ugye elmetszem ilyen éles szögben az ágat, akkor nem azt figyelem, hogy ez egy tökéletesen sík felület legyen, hanem csak annyit, hogy szép sima legyen. És ez egy óriási hiba. Ugye, hogyha összeillesztem ezt a két elvágott darabot, akkor látszani is fog, hogy feltéve, hogy a kamera is akarja, hogy ott marad egy nagy lök. Talán a másik oldalt még jobban meg tudom mutatni. Így. Tehát nem tudom, hogy látszik-e. Ugye a hegye már odaér, ez a része odaér, de középen marad egy hézag. Ez azért van, mert ilyen évesre metszi az ember. Ez tipikusan gyakorlatlanságból szokott megtörténni. Vagy az elején egész egyszerűen nem néz utána megfelelően, hogy hogyan kell vágni a vesszőt magát. Úgyhogy szerintem hát a negyedik pont az ez lenne, hogy a nem megfelelő illeszkedés, tehát a nem megfelelő meclap miatt nem megfelelő illeszkedés, ez most tök mindegy, hogy most ilyen oltásról beszélünk, vagy párosításról, én ezt tenném negyedik pontnak. Aztán ötödik pontnak talán tenném azt, hogy rossz illesztés. Tehát ugye ez volt a rossz meccés, rossz meclap.
Ötödik pontnak lenne a rossz illesztés vagy illeszkedés. Hát itt megint ezt fogom a kezembe venni, ez főleg hasítékoltásoknál szokott igaz lenni. A helyzet az, hogy a kéreg alatt, ugye ott a kéreg alatt, ez a kéreg, ez maga ez a teljesen száraz, bőrszerű valami, alatta van az a sötétebb barna réteg, hát az a háncs, és alatta, lényegében ahol kezdődik a fának a belseje, ott általában egy ilyen zöld réteg szokott lenni, hát az az úgynevezett kambium, ha jól értettem az elnevezését, és azt kell tudni, hogy az az a réteg, ami képes sejtosztódásra, és képes például sebet regenerálni, vagy képes növekedni. Ugye a kambium az, ami mindig növekszik, és létrehozza az évgyűrűket lényegében, tehát vastagítja a növényt. Na most az az egy olyan réteg van, ami erre képes, ezért úgy kell megoldanunk, hogy a sebzés azon a ponton tud meggyógyulni leginkább, hogy úgy illesszük össze őket, hogy ez tökéletesen egybeessen, tehát egy tökéletesen színeljen ez az egész, és akkor lesz az, hát ez a száraz fa már hullik széje, akkor lesz az lényegében, hogy tökéletesen egybeesnek, hogy a kambium a kambiummal fog találkozni, és ugye sejtosztódással képes lesz sebet gyógyítani, tehát képes lesz összegyógyítani ezt a két darabot. Úgyhogy ötödik pontnak én ezt tenném, hogy rossz illesztés. Sokan láttam videón, nem egy videón, nem kettőn, hogy így teszik az oltást fel a fára, és akkor várják, hogy majd ez szépen meg fog fogadni. Hát erre az esély az vajmi kevés. Tehát ugye ötödik pont illesztés. És hatodik pontnak én azt mondanám talán, hogy nem megfelelő lezárás, illetve szorítás létrehozása. Hát ugye láttam olyan, nem egy, nem két olyan videót is az interneten, ahol így nagyjából összefogja a két ágat, aztán így körbe megy kétszer szigetelő szalaggal, és akkor jó van. És akkor néha még így elfittyen a teteje, de egy kicsit igazít rajta. Hát az nem fog sikerülni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az a két kambium réteg, ami találkozik, az ilyen lehetőség szerint nagyon-nagyon erősen és szorosan illeszkedjen egymással. Tehát például ez itt eleve nem lenne egy sikeres oltás, ahol ilyen gyatrán van levágva ez. Most csontszáraz fán így tudtam, de ahol ilyen nagy hézag marad lényegében a két fadarabka között, ez a büdös életben nem fog megkötni. Tehát nagyon fontos, hogy tökéletesen illeszkedjen, színeljen egyrészt, másrészt, hogy össze legyen nagyon-nagyon alaposan szorítva az egész. Azért van az, hogy sok helyen, például itt, ahol én élek Erdélyben, nagy divat, hogy például, ha egy ilyen háncs alá oltást végez valaki, és egy ilyen vastagabb ágat tesz be egy vastagabb fába, akkor néha egy kis szeggel konkrétan át is üti, és azzal szorítja rá, húzza rá a nagy ágra, és mármilyen barbár módszernek tűnik, tökéletesen működik. Tehát helyzet az, hogy nem szép megoldás, nem elegáns megoldás, de igenis működik. Tehát nagyon-nagyon fontos a nagyon erős illeszkedés, hogy ugye itt van ez a héj alá oltás. Itt is, ha nem húzom úgy, ahogy kell rá a kérget utána, mondjuk általában ilyen vastag kéregnél már az jó feszül, de jó-jó rá kell húznom, mert ahogy szárad, az úgy nyílik meg, mint a gesztenye, amikor sütjük. Tehát nagyon fontos, hogy jól össze legyen szorítva. Úgyhogy hát körülbelül ez lenne az a hat dolog, amit így saját tapasztalatból azt mondanám, hogy ha ezeket nem követjük el, akkor nagy valószínűséggel meg fog maradni. Tehát még egyszer átfutva, megfelelő fajta alany és nemes, tehát hogy egymással kompatibilis legyen, illetve nem csak kompatibilis, hanem hogy ésszel is. Tehát ugye mondtam itt például az alma és a körte példáját, vagy például a medgy és a cseresznye példáját, hogy ide-oda nem biztos, hogy jó ötlet. Akkor az időpont és a vesző, ugye ezt is mondtam, hogy lehetőség szerint jobb az, hogyha a vesző jóval le van maradva a nemes, az alanyhoz képest, tehát mélyebb nyugalmi állapotban van, mint az alany maga. Az a legjobb, ha ő teljesen még aluszkál, és az alany már az ébredve van. De ha mindenképpen olyan eset van, hogy friss veszőm van, akkor is nagyon fontos, hogy a friss veszőm ne legyen előre haladottabb állapotban, mint az alany maga,
Ugyan nem megfelelő oltástípus választása, hát ez inkább csak saját heppem, de szerintem, tehát az, én nekem ez a logikám, én így szoktam használni. Ugye mondtam a rossz meclapot, tehát a rossz meclap az bizony az nagyon sokat ront a dolgokon, a rossz illesztés az megint nagyon sokat ront a dolgokon, és a nem megfelelő összeszorítás és nem megfelelő lezárás, tehát hogyha nem zárjuk le úgy hermetikusan, hogy nedvességet ott a fa ne veszítsen, nem szabad spórolni a kötözőanyagon, és nem szabad spórolni a fedőanyagokon sem, mert ezen múlik a siker titka. Hát köszönöm a figyelmet, ez nem oktató videónak lett számva, egész egyszerűen csak néhány saját tapasztalatot szerettem volna elmesélni, hát ha segít valakinek, aki esetleg még nem oltott és szeretne. Pofon egyszerű az egész, semmi sem szabad kedvünket szegi, ez biztos, kísérletezni kell, de hát érdemes egy kicsit gyakorlat előtt, érdemes egy kicsit szétnézni, mert sok mindent nem kell akkor már saját bőrünkön kitapasztalni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ez lett volna a viszontlátásra. Thank you.